Sziasztok, gamerek! Én Edith vagyok, remélem mindenkinek jól volt a lapja. Folytatjuk az elfeledett tankok sorozatunkat, és a mai alanyunk nem lesz más, mint az AMX-30B. Nézzük meg a legénységi szkilleket, felszereléseket, használó módosításokat, aztán egy picit mesélek a tankról. Ugye itt a legénységnél láthatjátok egyébként, hogy milyen skilleket Alkalmazok rá, egy fontos gondolat, srácok, Itt a harmadik skinnél láthatjátok, én javítást alkalmaztam, viszont, hogyha egy picit passzívabb játékosok vagytok, akkor inkább érdemes erre a tankra um, álcázást rakni, javítás lehet, és majd a következő skillnek javítás. Um, én, én tudom magamról, hogy szeretek agresszívan játszani, és nagyjából tudom, hogy mikor leszek spoton, én ezért választottam a javítást, de hogy mondtam, átszállással ugyanúgy jól fog működni a tank, hogyha ami kis passzívabb játékosok vagytok. Felszerelés szempontjából standard közepes tank felszerelés alkalmazok, ugye szellőzés, töltés, stabil, illetve még egy setupot alkalmaztam, ugye töltésgyorsító, fejlesztett edzés és stabilizátor, hogyha esetleg valamilyen városi pályára kerülök. Ugye a módosításokat, azokat itt láthatjátok, itt az első lehetőségben a bal oldalit választottam, itt a jobb oldalit, itt a bal oldalit, itt a jobb oldalit, és itt pedig a bal oldalit. Itt az ötös résznél egyébként srácok, hogy az átszalás növeléshez ugye ad hozzá, vagy pedig a, a toladási sebességhez, illetve a, a felfelegesztés sebességéhez. Itt is srácok, hogy egy picit passzívabban játszok, akkor nyugodtan választjátok itt a jobb oldali részt, mert az tud segíteni ugye az átszázásatokon, ami ugye jól tud jönni állni a tagnál. Ha megbeszéltük ezeket a dolgokat, én azt mondom srácok, guruljunk be a csatába, és akkor mesélek egy pár dolgot erről a tankról. Őszer hiányos jóban. Ugye, amikor a Wargaming beve, berakta a játékba ezt a tankot, akkor nagyjából olyannak akarták csinálni, mint egy Leopard 1 csak nyilván a franciáknak, és nem igazán működött úgy a tank, nem volt annyira jó az ágyű, mint a Leopard 1 stb. stb. és egy kicsit újra dolgozták, és inkább ilyen, hát nem is közel tanknak akarták, mert annyira, mert ugye nincs páncélja, Uh, hanem inkább hasonló játékstőst akartak, mint az STB, csak ugye ez sem jött össze, mert ugye ott van az a hatalmas kupola a torony tetején, ez a boiler, és um, hát igazából ennél a tagnál is, mint uh, sok másik tagnál az volt a gond, hogy nem igazán volt hely a játékban, ezt úgy értem, hogy hogy bármilyen szerepkörre akartad használni, volt nála egy jobb tank, amit tudta használni. Snipolás, amikor ott volt a Leopard 1-es. Közelharcra mondjuk ott volt a, vagy ilyen ott volt az STB 1-es, és az emberek nem igazán használták ezt a, ezt a tankát. És ugye a Wargaming ugye ezt gyűjtői tankát tette, még a mai napig nem értek, hogy miért kell ilyen gyűjtői tankok a játékban, nem mindegy, ez egy másik téma, ebben nem akarok belemenni. És Ugye azóta még kevesebb ember játsza ezt a tankot, és meg is értem egyébként, hogy miért, mert annyira nem, nem kiemelkedő semmilyen tulajdonságom. De azt mondom egyébként, hogy rossz, mert egyébként, megnézitek, ugye 390 alfa sebzésünk van, jó, jónak nem mondanám, 248 milliárd tésű 300 milliárd tésű az nagyon kevés, illetve ugye 480 sebzésű lőszert kapott. Tehát az egyik negatívuma volt ezek a gyenge uh, átütés értékek, de ugye egyébként egészen jó DPM-et kap. Tehát, hogyha DPM-re építitek ki ezt a tankot, akkor akár ilyen 6 másodperces uh, sőt, még 6 másodperc alatti ületöltés is lehetséges egyébként ennél a tagnál. Letrekeljük egyébként közben a vézét, meglőjék, így is van. És tényleg egy igazi DPM masint lehet egyébként uh, kiépíteni ebből a tankból, ami egészen kellemesen tud jönni. Hát az hittel meg tudom lőni, hogyha picit hátrébb tolhatna a srác. Meglőjön a trek hogy ott maradjon. És van. Közben egyébként perma van az a srác, úgyhogy az nem megy sehova. És nézzétek már a DPM mértéken, az nem tudom, hogyan pattant le. Ennek a tangnak az egészen kellemes, tehát az a nincsen, a, nincsen nagy probléma. Tényleg az átszítés értéke olyanok, hogy eléggé ne. Tehát tízes közepes tan. Ne, please! Please, miért ment belém, be most, most, most az AMBT miatt be kellett vennem egy Conqueror lövést. Akkor Jó, ő is meg szerette volna lőni a, a tankot, úgyhogy nem hibázhatom ezért. Tehát ugye a tankról beszélve, ugye nincs páncélotok, a mobilitásotok az egészen kellemes, tehát egész mozgékony a tank, fürge, el tudok vele jutni. Csak ugye 8 fokájás védés kap, ami szintén nem rossz, de nem is annyira uh, jó. Tehát, és ki lehetne használni ilyen hulldown tanként egyébként, hogyha levennék innen ezt a kupolát. Um, az a kupola az oda nagyon nem, nem kell. Uh, nem, nem értem, hogy miért nem lehetett egy olyan modellt csinálni, ahol még nincs rajta a kupola. Értem én, hogy mondjuk valós papírok alapján akartak dolgozni a wargamingesek, de igazából nyugodtan a játék szempontjából levették volna mert azért a, a torny így is új is beüthető, csak akkor sokkal inkább lehetne használni ilyen uh, tanként, ami szerintem jó jönne egyébként a tanknak Egyébként szerintem az egyik legjobban kinéző tank a játékba, ezt leszámítva szerintem brutál jól néz ki, Én nagyon szeretem a, a kinézetét ennek a járműnek. Próbáltad meg tudom lőni itt? Potott kaptam, valószínűleg egyébként ott van a bokorba, és egy centire háromszázat rollolt a 240 alfájával a progetto. Wow! Egyébként a Conqueror is a 400 alfájával majdnem 500-at rólott mondom, hogy nincsen nekem hp ebben a meccsben, csak két lövés kaptam be. Hát azért nincsen, egyébként az afk. Nem, nem afk. Jajjajjaj. Egyébként pontosságra van kiépítve az ágyum, de még láthatjátok, egyébként így sem a legpontosabb azt szerintem, ha ott maradt az előtt van, az jó helyre ment, az bement. Még én nem tudom kiszpotolni valahogy, az a gond, szerintem ott van a bokor mögött. Uh -huh. Jó, mm. oda pár blindot hátha, igazából nem tudhatom, hogy talál -e vagy sem. Na, Progetto, kinézel? Há, pont időbe húzta vissza egyébként. 5-1 az állás, úgyhogy itt az ideje egy kicsit akcióba lendülnünk, srácok. Az ideje egy kicsit akcióba lendül... 7 1 amire kimondtam egyébként. Kimondtam már 7-1. Fel akarok jönni ide középre, minden szerintem több mindent meg fog tudni uh, lőni. Na, lássuk. Lássuk, lássuk. A progettót, talán. a skoda közben ilyen látott minket. Várom hm? mi leesik a spot rólam, ott a progettó. A kanó nem. Azon szóval proxizik engem a. A Progetto, talán. Ez lehet fel egy szerintem eltaláltuk a vakon. A kevesebb HP- -a volt. A Skoda az nem ránk néz. Repkéni ne, tudjuk? Nem, viszont kigyújtottuk, csak volt javító-e. Hát Lepatítottuk a írt, meg a, meg a másik térétejeként. Melyek ide a szikla mögé. Skodára vagyok kíváncsiéként, ő nem lát ránk. töltök be egyébként, mint a kanónon, jól van. Egyébként ezért jó, hogyha ki tudjátok használni a, a DP meteket, ez egészen kellemes egyébként, amit ez a tank nyújtani tud ilyen szempontból, és nyilván egy papír meg az átütés sem annyira vészes. Azon egy lövés vagyok már, a 268 ok úgyhogy jóvatosan píkelgetek. Itt van egyébként valahol szembe velem, és ki is mentem rá, srácok, mert azt itt meg akartam nézni a progettóra, de ugye ott voltam még spoton, ez a mi lesz egyébként, srácok, hogy szétlövik? 800, 600, az, az már feleződik. Um, na nézzük, kíváncsi vagyok egyébként, hogy mennyi, mennyit kapunk még, ez már nem a mi spotunk. Jó van, srácok, figyeljetek, szerintem 3000 plusz csebzésre jöttünk ki, mert ugye szerintem van lövésünk az előtt vele, de ezt majd csekkoljuk. A, um, a mesnek a végén, illetve 2500 assist ami szerintem kombinátban egyáltalán nem rossz. Itt a végén egyébként én hibáztam. Um, azt hittem hátrébb van egyébként, vagy kicsit barrában a TD, hogyha gyors kigurlok, és vissza, akkor még ugye nem fog tudni ellőni minket, de itt a végén egyébként hibáztam. Ezt nem kellett volna kinézek, de nem baj. Hibázunk, hát tanulunk ebből, srácok. És az az igazság pillanata, hogy eh, hogy mennyi is az a sebzés, amit valójában bevittünk. Két lövést is bevittem egyébként az e Uh, majd ugye 3600 sebzése végeztünk, látjátok ugye 1000 uh, sebzést osztottunk király, és ebből csak ugye egy lövésnyit láttunk, amikor korosz volt át, úgyhogy két lövést is sikerült bevinni. ezzel egyébként megszereztük a top damage uh, helyett, tehát mi, mi sem veszük a legtöbbet, XP-ben egyébként az emülünk nagyot ment, úgyhogy gratulálok neki, és ez a kör nekünk, hát itt mindenféle bónuszok vannak srácok, 76 kredit... Uh, Bónus, vagy, e, 76 ezer kerétet farmoltunk, de ugye ebből 90 ezer jutalom teljesítéséért van, úgyhogy szerintem ilyen, hát kb. nullára jöttünk volna ki át, vagy, vagy ilyen 10-20 ezer veszítettünk volna. Úgyhogy e, guruljunk be is be a következő körbe, aztán meglátjuk, hogy ott mit tudunk teljesíteni. Egyébként srácok, ugye sokan szoktátok kérdezni, hogy en, ezen a, hát ugye ágon, ugye régen ág volt, de ugye most a gyűjti e, Oldba, ugye benne van a 9-es tank is. És szerintem a 9-es tank még a mai napig egy nagyon kellemes közepes tank. Mozgékony, viszonylag jó ágyúval rendelkezik. Azt ugyanis hogy ugyanezt az ágyút kapja meg. Csak kicsit rosszabb ugye értékekkel, és ott még az átkilensben az átötés még viszonylag elfogadhatóbb, mint ugye, mint ugye ez a tízes szinten. És én tényleg én nekem azt hiszem, hogy a tankét fiókon, le is van 100% márkolva, már nem ezen a cc a fiú, akkor le is van 100% márkolva az a tank, én nagyon szerettem bele játszani, ez egy kedvenc 9-es közepes tankom volt. Jó, mondjuk ez összinte leszek, már volt vagy egy, egy éve, kettő, tehát nem tudom, hogy azóta a metába mennyire állja meg a helyét, de szerintem még egy mai napig kellemes közepes tank, és szerintem jobban működik a szintjén, mint mondjuk ez a 10-es 30B, az a sima 30-ról beszéltem most. Nézzük egyébként, hogy uh, mit szeretnék csinálni. Valószínűleg ezt a pozíciót szeretném fölvenni, és ugye tudok ide is lőni, fölfele hevikre, illetve ugye tudok lőni a közepes tankokra is. Az elcink egyébként, hogyha jó bokrot választanak remélem nem tudja melyik a jó bokor, akkor ugye tudna nekünk spotolni is. Uh, Sajnos nem a jó bokrot választotta, és ez be, bele is fog halni, mert nem fog tudni eljönni. Elj, elj, elj. Leopard. Az, az, nem a legjobb célzásom volt. Hozzá vagy a szokva egyébként, hogy a tier 10-es közepes tankjaimnak egyébként gyorsan száll a lőszre, még render range kívül le tudtuk lőni a leopárdot, ami nagyon jó. Ja, hozzá vagy a szokva, hogy a tier 10 mereknek nagyon gyorsan száll a az alaplőszere, viszont ez 1100 méter per szekundumos APCR hát nem mondom, hogy lassú, de gyorsnak azért nem mondanám gyors kidöntöm egy kicsi kamót adjon nekünk és innentől kezdve nézzétek, ott van a type, bam, meg is lőjük Eddig, eddig egyébként nem állunk annyira rosszul itt hogyha megtartják ezt a részt akkor nem is lesz olyan nagy probléma szerintem és meg kell várnom míg az ellenfél megpróbál majd itt kinézni és ha ott kinéz akkor meg őket és és akkor majd megmutatjuk hogy mi itt vagyunk srácok én ez egy jó pozíció én ezt szeretem használni ezt abszolút szeretem használni arra is kell figyelnem hogy ide balra is lövöldözhetek 50 és szerintem eléggé van így ott van a kis domb mögött boros kóla. kóla hát innen nem fogom tudni ellőni. Bár nézzétek, ott el fogom tenni, hogyha ott megy. Hát, ez talán bemenne, inkább azt mondanám, hogy nem. mert szerintem az becsapódott a háznak a sarkába. Nehéz előni, ugye, mert sok kerítése, meg bokron, bokron keresztül előni, úgyhogy néz meg állapítani, hogy pontosan hol van, is van, nem találtuk el. Mindenképpen itt szeretnék maradni egyébként, hogy, hogy tudjam supportálni ezeket a közepes tankiinkat egyébként. Viszont nem állunk annyira jól egyik részen sem. És hetet azt, hát egy pixelt láttam belőle. Azt el tudom lőni. Azt el tudom lőni. Kis. Az a az ebr ezt a részt mindenképpen spotolnia kéne. Az, hogy itt mit spotol, az teljesen lényegtelen, mert... Ó, találtad, 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 találtad. Jó, gyorsan fel tudtuk. Uh, ki tudtuk lőni. Egyébként visszavonom, srácok, az LC nagyon jól spotolt, meg kivettük a lightot a játékból, legalábbis az egyiket, úgyhogy visszavonom, amit mondtam, jó, jó hogy itt spotolt. Én azt nézem, hogy a felső részt el fogjuk veszíteni, a heavy részt, legalábbis nem állunk jól. Egyelőre még tartom a pozíciómat. Az ilyesének az oldalát nem tudtam beverni. Én tényleg ez a 248 milli és nem tűnik annyira rossznak, viszont amikor tier 10 es heavy tankokkal kéne uh, harcolni, hát hogy mondjam, nem, nem a legkellemesebb, semmiképpen. És az 300-as hit, higgyétek el, srácok, nem a legjobb. Ugye a TVP-nek is mondjuk ilyen rossz hitlőszere van, de az ugye táras, és azt mondod, hogy ó, oké, és valami vissza kellett venni neki, mert tényleg alapvetően nagyon uh, brutál burst -e van annak a tagnak, de itt nem igazán értem, hogy ennél a tagnál miért kellett uh, visszavenni, vagy ez alapján balanszolni, tehát hogy mekkora a lőszer átítása. Simán kapott volna ez is egy ilyen 260-as apc 330-as hitet, és akkor all good lenne. Egyébként ezt el tudjuk lőni. Az a az ilyesetet nem, nem tudom ellőni így. Ezt el tudom lőni. Nagyszerű, ki tudtuk venni a játékból. Nekem lenne, hogyha fölmennék oda és megölném ezt a boros kólát, meg ezt a TD-t. Előre nem. Láttam a T54-et, srácok. Jó. Hát nem fogom tudni szerintem megölni még egyszer. Maybe? Aj, nagyszerű, még egyszer meg tudtam lőni. Ilyenkor nagyon jól jön a DPM-t. Ilyenkor azt mondom, hogy ez a DPM az nagyon kellemesen jön. A szellakot is meg tudjuk lőni. Én a 122TM jó lenne, hogyha rápíkelne azokra az urakra ott. betöltök egy repesztőszert a boros kólára. 417 hp -ja van, nagyon jól emlékszem, amikor utoljára látták. Úgyhogy talán itt tehetjük csípni. Jó, és tudtuk ölni. Most segített nekünk az LBR, és köszönjük neki. És most jön az, hogy mit szeretnénk csinálni. 122-t nem láttunk még. Ugye azért a 75 ér meg bemenni az eléggé necces, bár egyedül van. Egyedül van. A hot Próbáljuk megtrekkelni. Azt egy lövés kapni fogok. Nem, szerencsére elmisszelt minket a 705 Itt Van időm ugye odaérni hozzám. Nagyon remélem egyébként, a segíteni fognak. Kéne a kpz a segítség egyébként. Az a gond szerintem van ágyus ügyedésem. Bevállaljuk egy lövést, az körbe menjek. Hát megpróbáljuk körbe forgatni, és akkor az STR ervénk az könnyebben meglövi. Itt a motoromat treket lövőnek, így az STRV ki tudja majd finisálni KPZ meglőtte 10 darab sebzése, ugye a repeszlőszer töltött rá, nem tudja máshogy beütni sehogy. Úgyhogy srácok, egyébként ez a kör az egészen jól alakult, ugye az STRV itt a végén ki tudtuk... Uh... Apá. Ki tudtuk lőni ezt a tankot, úgyhogy van, azért, van azért még Dibija meccsbe, és nem feltétlenül nyertük meg, de azért nagyon nagy a, a kontrollunk, illetve az ágyuk száma is ugye a mi a kezünkben van szerintem innentől kezdve azért annyira nagy baj nem lehet. A lapád az három lövés nekem. 122 tm meg nem tudom, mert még nem frissítette a, ugye, a HP mód. Jó, egyébként az a baj, a következő lövésre alatt vagyok. Nem tudom, hogy a leopár ez megmeri majd píkelni, vagy sem. Mhm. Uh mondom egy hogy, köszön, hogy segít, segítek neki, csak jöjjön, mert kéne a HP-t behozni a meccsbe egyébként. Még valószínűleg 122 tm már valahol egyébként itt járt. A rá se egyébként a Leopardra. Leopard lőtt. indigre mindig a KP-zénk. Még be tudná ütni, csak jó helyen kéne eltalálni Leopardot, segítek neki egy lövésre. Ott a 122 tm. Így, az nem volt egyébként a legjobb lövés, de szerencsére a torony tetejét kaptam, be tudtam ütni. És az utolsó nem lesz a miénk. Egyébként az STRV 5 kill szerzett össze, egyébként. Kb. az ellenfél csapatának a kétharmadát megöltük. És nézzetek meg egyébként, 6200 sebzéssel végeztünk, ami alapvetően szerintem nem olyan rossz. Jó, nagyjából jó volt a pozíciónk az elején, nagyon szeretem azt használni. Ezen a pályán közepes tankkal, vagy mondjuk support heavy-vel, mondjuk egyféle, egy 50 b vel um, egész jól uh, lehet azt a, azt, a pozíciót használni, hogyha nem akartok fölmenni mondjuk. Um, és huldaholozni ezen a pályán szerintem egy tök jó ö, megoldás az, az, a pozíció. Úgyhogy ez a körre egyébként tökre elégedett vagyok, az STRV is jól csinálta, szerintem mi is egész jól teljesítettünk. A KPZ meg ő is próbálkozott, de azért neki még tanulnia kell, hogy hogyan kell csinálni a dolgokat. És hát ugye most mondhatjuk azt, hogy egyébként 7000 krétet. Um, Farmoltunk, ugye, amennyit lehet, hogy 7000 formulásnak hívni, de nélkül, hogy ők nem veszítettünk, de láthatjátok, hogy ilyen nagy fogyócikkeket használnak, illetve pótkaját, tehát igazából, ha veszítettem volna a pénzt, akkor sem lennék túlságosan e, meglepődve. És srácok, hát összegzésben, hogy mit gondolok erről a tankról, én azt gondolom, hogy önmagában nem lenne annyira rossz, mert igazából nincs olyan tulajdonság, ami ilyen borzasztóvá tenni ezt a tankot. Gyors, van ágyi sűjedése. Páncizata az nincs, de ugye egy ilyen papír közepes nem is kell, hogy elvárjuk, hogy legyen. Az ágyúja az egészen jól működik olyan szempontból, hogy gyorsan szűkül, viszonylag pontos, a DPM mértéke az jó, ugye 8 fok erősödéssel rendelkezik, ami hát szerintem lehetne simán egyébként 10 nyugodtan odaadhatná neki a Wargaming. Az átütésén én, mindenképpen emelnék, ahogy mondtam már, ilyen 260-as APCR, illetve a lőszersebességét felemelném ilyen 1200-1300-ra, de a hitlőszernek az átütését is hát ilyen 320-ra, 330-ra azért fölvinném, és hát nagyjából ezeket tudnám elmondani, én azt mondom, hogy nem igazán éri meg megvenni, mert ugye egy ütéi boltból ugye meg tudjátok vásárolni, ami mindjárt meg is mutatom egyébként, hogy hol van, mert én is, én is mindig egyébként elkeveredek, gyűjtői járművek, itt tudjátok ugye megvásárolni, és hol van? Franciaország. Ugye meg lehet vásárolni egyébként a kis ugye az amx 30-at, és ahogy már mondtam nektek, szerintem az egy sokkal jobb vétel, ugye olcsóbb is, és a szintjén szerintem jobban működik, mint az amx 30B. Én azt mondom, hogy akinek megvan az a tank, nyilván nem kell eladnia meg ilyenek, de most, hogyha szeretnétek egy tírtizes közepes tankot, mondjuk tegyük fel, sniperni szeretnétek. kifejlesztettek egy Leopard 1 vagy egy E50-et, sokkal jobban jártok vele, mert sokkal megbízhatóbb az ágyúja, jobb lőszersebesség, átütés, pontosabb az ágyú. És hogyha meg egy brawler tankot szeretnétek, vagy valami húdános, akkor itt van mondjuk ez a STB, vagy tényleg, ha valami abszolút közelharcos szeretnétek, akkor ott van a 430-ú, vagy még ott van a 121, ami szerintem nagyon jól tudni közelharci tankként. Tehát igazából szerintem ennek a tanknál az a baj, hogy nem igazán találja meg a helyét. Minden is akar lenni, de semmiben nem kifejezetten jó. Úgyhogy én nagyjából ezeket a változtatásokat alkalmaznám rá, amit ugye elmondtam, és szerintem egy egészen kellemes közepes tank uh, lenne ez az 30B, de srácok, mondjátok el a ti véleményeteket, hogy ti mit gondoltok erről a tankról, másodlag megvan a tapasztalatokat, írjátok le, hogy ti szeretitek-e, vagy, vagy, nem igazán szeretitek, és hogyha tetszett ez a videó, akkor ne felejtsétek el dobni egy lájkot rá, és hogyha nem akartok, a nem akartok lemaradni hasonló tank bemutatókról, akkor mindenképpen dobjatok egy feliratkozást is, és ne felejtsétek el megnyomni a csengőt a feliratkozás gomb mellett, akkor kaptok értesítést, hogy feltöltött a videót, ha élőben is szeretnétek látni, akkor a Twitch a linkjét megtaláltuk a lérásba, nézzetek be oda, és nagyon jó hangulat szokott lenni, nagyon jó a társaság, úgyhogy érdemes benézni oda is. Illetve a jó társaságról beszélünk, akkor már meg kell, hogy említsem a Discord szervert is, már több mint 1800 taggal rendelkezünk ott, hogyha szakasztársat szeretnétek magatoknak keresni, vagy pedig valami problémátok van problémátokon kérdésetek, akkor nyugodtan fel tudjátok rakni, és tudok rá én, vagy a community a többi tagja válaszolni rám. Illetve még egy utolsó dolog, hogy ha szeretnétek itt Youtube-on támogatni a munkásságomat, akkor csatornatok tudtok válni. Ennek a linkjét is szintén megtaláljátok a videónak a leírásában. Én nagyon szépen megköszöntem nektek a figyelmeteket, a következő videóban találkozunk. Elit voltam, sziasztok!